Gyerekek, folytatódik a klippem, ugye? Két nap után jövök a további részletekkel. Tegnap senkinek nem nyilatkoztam, mert szerettem volna konkrétumokról beszámolni. Ma megpróbáltam Ruzsa Magdival felvenni a kapcsolatot, mert láttam a posztját, és nagyon sajnálom, hogy teljesen félreértette a kommunikációmat, és egy felé irányuló támadásnak vette a videóm. Nem tudtam vele beszélni, de sikerült elérnem a menedzserét. Lehet, hogy én kommunikáltam rosszul, de igyekeztem kihangsúlyozni a videómban is, hogy abszolút nem a Magdit hibáztatom, hanem azt a gyártócéget, aki tudomásom szerint azonos volt mind a két klipnél. Magdi menedzserével sikerült elsimítanom egy kicsit a félreértést és rendezni a kommunikációt. Ez az ügy még mindig mélységesen felháborít, és a tegnapi nap folyamán egyeztettem az ügyvédemmel, ugyanis az én klippem koncepciójának a szellemi tulajdona az én csapatomnál van. Olvastam tegnap a kommenteket, és láttam, hogy milliónyi támadás ért engem, úgyhogy ezen a ponton szeretném megköszönni azoknak, akik kiálltak mellettem és támogatnak, mert ez nagyon-nagyon jól esik. A támadásokra pedig annyit reagálnék, hogy attól függetlenül, hogy nekem nincsen több százezer követőm és milliós megtekintéseim, a klippem alkotói csapatának a munkája pontosan ugyanolyan értékű, mint a legfelkapottabb előadóké, ezért szeretnék ebben az ügyben igazságot, mert nem szeretném, hogy a csapatom munkája ezáltal kisebbítve legyen. Úgyhogy mindenféleképpen ki fogok állni emellett az ügy mellett az alkotói csapatomért, a támogatóimért és a menedzsmentemért. Ma már nyilatkoztam néhány online felületnek, és este egy interjú részlet is lesz látható velem a tévében, holnap reggel pedig egy hosszasabb interjúban kifejtem majd a nézőpontom.